hegedű virtuóz és házi tanító, zeneszerző és színházi karmester. A 256 éve született és 200 éve meghalt Lavotta János koráról máig keveset tud a nagy közönség. Hogy ez ne így legyen, a Lavotta János Kamarazenekar művészeti vezetője Dombóvári János évfordulós rendezvényekkel, koncertekkel, konferenciákkal, számos zenei CD-vel ismerteti a Lavotta életművet. A hegedű virtuóz halálának évfordulóján is számos programot terveztek, melyek egy részét befolyásolja a koronavírus járvány. A zenei programokról és a Lavotta életműről kérdeztük őt. Lavotta János nevét azt hiszem, hogy Sátoralja Újhelyben nagyon sokszor hallja a zeneértő közönség, de most ebben az évfordulóban úgy reméltük, hogy még többet. A pandémia egy kicsit mindezt leállította, de az emlékezete azt hiszem, hogy megmarad ebben az esztendőben is. Évfordulóját ünnepeljük, de hogyan és miként, és egy kicsit Lavotta János önéletrajzáról és arról az életútról, amit kevesebbet emlegetünk a koncertek során. Én is azt remélem, hogy Sátoralja Újhelyen sokszor elhangzik Lavotta János neve, ami pedig a vészhelyzetet illeti, sok kesergésre nincs okunk, mert sikerült a programokat egytől egyig egy 4 hónapos csúszással odébb tolni, és már arra is büszkék lehetünk, amit eddig megtettünk, hiszen januárban kezdtünk egy Kassai István zongora estel, majd pedig a Lavotta napokat hiánytalanul meg tudtuk rendezni. Volt köztük ugye Luki László népdal éneklési verseny, Verbunkos négykezes regionális verseny, könyvbemutató a könyvtárban, és hát ahogy a lehetőségek szűkültek, egy online játék és muzsika 8x6 percben játékot hirdettünk 2 hónapon keresztül, aminek az értékelése most folyik, hiszen olyan számban jöttek válaszok az ország és talán a határon túlról is, hogy hát erre külön időt kell szánni. Egyrészt a helyes válaszoknak a ellenőrzésére, másrészt pedig az ígért jutalmaknak az eljuttatására. És ami ez alatt az idő alatt még lett volna, a regionális verbunkos hangszeres verseny, ami 29. alkalommal történik az idén, azt október 15 és november 20-a közé sikerült át csúsztatni, és a júliusi emlékhangversenyt a konferenciával pedig október 2. és 4-e közé, tehát a szervező munka tovább folyik, a fővédnökök készen állnak a segítségre, segítségadásra, így Fekete Péter kulturális államtitkár úr, valamint a Magyar Művészeti Akadémia elnök ura, dr. Vashegyi György művész úr is felajánlotta közreműködését az évforduló rendezvényein. Ezen kívül könyvbemutatót fogunk tartani az elmúlt 30 év zenetudományi konferenciáinak verbunkos anyagát jelentetjük meg. Itt hagytunk magunknak időt a megjelenésre, ezt 2021-ben első fél év során szeretnénk a közönség számára hozzáférhetővé tenni egy fővárosi és egy sátoraljaújhelyi könyvbemutatóval egybekötve. Természetesen Lavotta koncerttel a fővárosban. És amiről még nem beszéltem eddig, egy ismeretterjesztő film készül a Zemplén Televízió közreműködésével.
Ez pedig a verbunkos zene, amely segített magyarrá lenni címmel, Lavott a nyomában. Szeretnénk végigjárni azokat a helyeket, ahol a Lavotta család, nemesi család származik. Liptótól, Fraknón át, Kolozsváron keresztül, Zsibóig, Marosvásárhelyig, ahol Lavotta János megfordult, és természetesen a zempléni és ungi nemesi családok földrajzi helyeit is. Ezt viszont 2021 második fél évére tervezik, úgyhogy az évfordulót legalább olyan mértékben szeretnénk megünnepelni, mint 100 évvel ezelőtt, pár héttel a trianoni országcsonkítás megtörténte után, amikor is Vikár Béla és a Zeneakadémia akkora rektora Hubai Jenő álltak a megemlékezések élére, a posta emlékbélyeget bocsátott ki, úgyhogy igazán van jó példa az országos megünneplésre. Ha nem is tudjuk azt a különös körülményt visszaidézni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen törekedni fogunk arra, hogy azt a Lavotta képet megismerjék szakmabeliek, meg a verbunkos zenét szeretők, amely autentikus, és mentes minden olyan méltatlan legendától, történettől, ami zavarhatja ezt az életmű tisztaságát. Én magam 30 éve dolgozom azon, hogy azt a négy szempontot, amivel Lavotta János kiemelkedik kortársai közül, azt minél részletesebben bemutassam a szakmának is, a közvéleménynek is, ez pedig a verbunkos szerző, a hegedű virtuóz, az első színházi karmester. Miért is? Mert a Kelemen féle társulat, amely az első magyar színjátszó társaság, Lavotta János volt az első karmestere. Ezután Kolozsvárot, Losoncon, Miskolcon, stb. És itt most köhögni fogok. Tehát az első színházi karmester tevékenységét, valamint a magyar zenepedagógia kezdeteinél történt bábáskodását, amikor is házi tanítóként nemesi udvarházaknál tanított zongorát, fúvós hangszert és hegedűt, és ezekhez pedig saját szerzeményeket használt fel. Talán már ismeretes, hogy a hegedű dúókat például 2014-től Európa szerte hozzáférhetővé tette a zenemű kiadó. Tehát ez az a négy terület, amely nagyon jól körülhatárolható, és dokumentumokkal alátámasztható, hogy igenis egy olyan zeneművészi teljesítmény az övé, amely méltóvá teszi a kortársakkal együtt arra, hogy Csermák Antallal, Bihari Jánossal a verbunkos zene úttörői között tarthassuk őket számon, és a verbunkos delelőjének, amit Szabolcsi Bence 50 évben határoz meg, valóban a legnevesebb muzsikusai közé tartozott Lavotta János is.